Mindent, ami egy futzálmeccset izgalmassá tud tenni, fölvonultattak a csapatok a döntő második mérkőzésén, ezúttal a Tolnai Sportcsarnokban. A női meccseken megszokott iram magasabb volt, a technikás megoldások sem hiányoztak, ami a meccs élvezeti értékét növelte. A vendég Deac taktikai felállása egyértelműen védekezőbb volt, mint az első meccsen, egy remek kapussal mögöttük 6-7 méteren kitűnően védekeztek, a párharcok többségét megnyerve. Mivel gyors játékosok dolgában is jól álltak az egyetemisták, így kontrajátékra rendezkedtek be, ebből egy alkalommal eredményesek is tudtak lenni, és 1-0-ás debreceni vezetéssel zárult az első játékrész. A második félidő 9. percében Vámosi Gina 2 perces kiállítását követően, kihasználva a létszámfölényes helyzetet, tovább növelte előnyét a Deac. Ismét Horváth Viktória vette be a hazaiak kapuját egy sikeresen véghez vitt tipikus kontra utáni ajtóablak helyzetből, Tolna Mös Deac 0-2. Alig telt el 1 perc, és a bal szélről takarásból ellőtt labdát csak kiütni tudta az egyetemisták kapusa Tóth Rita, Bajcsi Krisztina egy igazítás után szemfüles gólt lőtt félmagasan 1-2. A gól fölhozta a tolnai csapatot, amely még nagyobb erővel, még kockázatosabban támadott, így egy szépen kijátszott akció után Fekete fejezte be góllal az akciót, Tolna Mös Debrecen 1-3. Nem adta föl a Tolna Mös, olykor kapuvédőjüket Deszkit is kiiktatva, már 5 mezőnyjátékossal vették tűz alá a debreceni kaput. Alig 3 perccel a meccs vége előtt egy szöglet után visszatett labdából befelé cselezve Csapó Orsolya bal lábbal mintaszerűen kilőtte a jobb alsó sarkot. A hajrában már nem rezdültek meg a hálók, 1 góllal nyert 3-2-re az idei futzáldöntő második mérkőzésén a Deac. Mint ismeretes, az első összecsapást a Tolna Mös nyerte 2-1-re idegenben, jön az újabb meccs megint Debrecenben. A párharc első mérkőzésén egy zártabb, picit passzívabb védekezést választottunk, ami így utólag nyilván visszanézve úgy gondoltuk, hogy nem biztos, hogy teljesen jó volt. Ezért erre a második mérkőzésre változtatni akartunk, és mindenképpen egy agresszívabb labdaszerzésre irányuló védekezéssel léptünk pályára. Én úgy gondolom, hogy ez működött, tehát ilyen szempontból jól választottuk meg a taktikát. Minden bizonnyal ezt fogják játszani majd odahaza is a debreceniek. Kielemezzük a mai meccset, és ami most működött, azt szeretnénk átmenteni a következő találkozóra. A helyzet kihasználásunkon biztos, hogy szeretnénk javítani, hisz azért rengeteg helyzet kimaradt, több kapufánk volt, pár centivel ment a kapu mellé a lövés, stb. Ugyanakkor azért láttuk, hogy a Tolna is pillanatok alatt el tud jönni egy kontrával, és helyzetbe tud kerülni, tehát mindenképpen ezekre is a visszazárásokra, a visszarendeződésekre nagyon oda kell figyelnünk. Egyenlő erő küzdelménél alapvetően döntő tényező tud lenni a helyzet kihasználás, amiben főleg az első fél időben alul maradtak a tolnamezsi kékek, akik képesek voltak az első meccsen, ne feledjük, idegenben nyerni. Semmi sincs még veszve, a párharc állása 1-1. Várható volt, hogy az első mérkőzés utána Deac egy más taktikát fog választani. Erre is készültünk, tehát biztosak voltunk benne, hogy le fognak támadni. Igazából nekik ez a játék fekszik, nekünk meg nyilván nem, de nem hinném, hogy ezen múlott. Inkább az első fél idő múlott. 2 teljesen ellentétes fél időt tudtunk produkálni. Az első fél idő alapján nem érdemeltünk ma győzelmet. Az első 3-4 percben meg is voltak a helyzeteink, mert szerintem 3-4 helyzetünk meg is volt. Ugye azokat nem rúgtuk be, aztán utána a játékban egy kicsit ilyen tompábbak, lassúbbak voltunk. Talán most érződött, hogy a tét azért rányomta a bélyegét a játékunkra. Ellenben viszont a második fél időben abszolút az történt, amit mi szerettünk volna. 2 meccs még biztosan lesz az egyik csapat 3. győzelmét tartó idei női futzál döntőben. Ha esetleg a következő 2 meccs után 2-2 lesz az állás, benne van a pakliban, az 5. meccset jobb alapszakasz helyezésük miatt a Deac otthonában, vagyis Debrecenben játsszák.